Jó estét kívánok! Ezúttal Imre Katalin a vendégem. Imre Kati, mert a Katalin az egy kicsit szertartásos divattervező, és azt gondoltam, hogy a múlt heti vendégem az egy olyan kutató orvos volt, orvosnő, aki a koronavírus kezelésével kapcsolatban felfedezett a kutatócsoportjával, kidolgozott egy olyan gyógymódot, ami egy meglévő gyógyszerre alapul, és azt tesztelik éppen, és azt gondoltam, hogy lassanként így kibontanám magunkat a koronavírusból, vagy egy olyan megközelítést keresnék, amelyik mindenféleképpen már ilyen pandémia mentessé teszi a beszélgetésnek legalább a nagy részét, de amikor elhatároztam, hogy elhívlak, az akkor még javában dúlt a járvány, és akkor láttam, hogy nektek is van maszkotok. Úgyhogy ezzel a maszkkal kezdjük a beszélgetést, és aztán gyorsan le fogunk szakadni. Nem nagyon gyorsan, mert egy kicsit azért azt is meg akarom veled beszélni, hogy váltott-e ki belőled valamit ez a járvány, vagy a járvánnyal kapcsolatban támadtak-e gondolataid? Igen, nagyon köszönöm a meghívást. A maszkkal kapcsolatban ez úgy indult nálunk, hogy ugye karantén időszak volt, és otthon voltunk, és maszkra volt szükségünk, ezért nagyon gyorsan bementem a műhelybe, hogy akkor gyorsan csinálunk pár maszkot csak magunknak és a szűk családi és baráti körnek. És ez fejlődött odáig, hogy ugye most a webshopunkon is már kapható a maszk, meg hát elég népszerűek lettek. Dilemma volt, mert egy nagyon kedves barátommal összefutottam, ahogy mentem be a műhelybe, aki egyébként pszichiáter, és a klinikán a SOTÉ-n dolgozik, és ő mondta, hogy nagyon vigyázzunk a maszkokkal, mert ha olyan maszkot csinálunk és eladjuk, ami nem véd, és valaki úgy megkapja a vírust, akkor nagyon nagyot bukhatunk ezen. Erre hívta fel a figyelmemet, így aztán egy kicsit ez visszavetette ezt a maszk dolgot, de azért a saját maszkokat megcsináltuk, és olyan igény volt rá, hogy egyszerűen muszáj volt elkezdeni, és mivel mindenki elkezdett maszkot csinálni, és kiderült, hogy semmilyen maszk nincs az országban, és már nem is kapható már sehol, ez abban az időben volt, így aztán azt gondoltam, hogy a semminél azért mégiscsak biztos jobb, amit mi csinálunk. Ráadásul úgy kezdtük el, hogy három rétegű maszk volt, ami azt eredményezte, hogy se levegőt nem lehetett benne kapni, se beszélni nem lehetett, illetve nem lehetett hallani, amit mondunk. Egy nagyon biztonságos bankrablásra alkalmas maszk. Nagyon biztonságosra sikerült, úgyhogy hát ezzel indítottam. A bankrablása meg feltűnő, tehát tulajdonképpen arra se jó, mert hogy szépen csináltuk. De már azóta fejlesztettük, tehát termékfejlesztés történt. Aha. És azóta már lehet levegőt kapni lehet benne. Lehet levegőt kapni, de mégis hangerősítővel igen. Beszédet is érteni. Figyelj, az, hogy otthon voltál többnyire, az én azt gondolom, hogy akár lehetett rendes home office is, mert egy tervezőnek kell, hogy legyen egy ceruzája, meg egy papírja, vagy egy kompjútere és egy programja. Tehát gondolom, hogy a tervezésben akár nem is vett vissza. Vagy jó kis Excel táblák, hogyha a forgalmazásról akarsz gondolkodni. Igen, tehát, hogy minden kevésbé. Együtt állt ahhoz, nem hogy... nagyon volt ugyanis mit forgalmazni abban az időben. És kinek ez egy nagyon-nagyon-nagyon ellentmondásos dolog, amit most felvetettél. Tehát ez a szó is már magában foglalja az ellentmondást, hogy home office, tehát egy divat termék, illetve annak a megtervezése azért nem csak papíron és ceruzával történik, sőt, azért ez egy főleg a mi esetünkben, tehát a mi ruháink inkább egy ilyen kísérletező és mindig újfelé mutató vonalat képviselnek, tehát azért ezt leginkább anyagból, babán, bent a stúdióban tudjuk kikísérletezni. Tehát azért otthon ezt persze lerajzolni lehet, de hát aztán... Hát a férjedre rápol próbálni esetleg. Ez nem annyira működött, arról nem beszélve, hogy nem tudom te, hogy voltál vele, de azért az első időben inkább az embernek a kedve ment el. Tehát nem láttad a jövőt, nem láttad, hogy ez meddig tart, hogy mi lesz belőle, hogy egyáltalán az embereknek valaha is szükségük lesz-e más ruhára, mint a mackónadrágra és a tréning felsőre. Tehát ez egy kicsit szerintem így fejben átrendezte a dolgokat abban az időben. Most itt a március második feléről beszélek. És nálunk azért egy olyan dolog is volt, hogy mi a nagyon-nagyon szerencsések közé tartozunk, mert mint hogy én és a családom, és nem csak én, hanem a másik két tervezőtársam is, akiknek nem kellett a négy fal között töltenie
a karantén időszakot, hanem egyszerűen van vidéki házunk, és oda leköltöztünk, és ott azonnal teljesen más szabályok lépnek életbe, tehát a természet szabályai és törvényei, amikor kimész a kertbe, elég nagy kert is van, és kimész a kertbe, és egyáltalán nem látod azt a vírust. Nyomokban sem. Tehát nem tudod elképzelni sem, hogy itt bármi rossz lehet. Ugyanis egyszerűen elkezdenek nyílni a tulipánok, meg a virágok, a császárkorona virágzik, az aranyeső, és nem érted, hogy miről beszélnek a híradóban, vagy a tévében, vagy az interneten. Teljesen kiszabadulsz teljesen a hatástól. Teljesen ki tudsz kapcsolni. Teljesen más közegbe kerülsz, és egy teljesen más lelkiállapotban. Ez nagyon érdekes egyébként, mert én is szerencsés vagyok, mert nekem is már egy kicsi kertem, de Budapesten. És Budapesten nem tudod ebből azért Budapesten nagyon nem. Kiszedni azt, a fejedet. Ezt tudom, mert azért néha fel kellett szóval jönnöm. Nem a kertem múlik pusztán, akkor tényleg el kell távolodni a fővárostól. Igen, és ennek az volt egyébként az oka ennek a közös családi leköltözésnek, hogy ugye az egyetem, tehát két egyetemista fiam van, és az egyetem is online. Működött. Nekünk a vidéki házban nem volt internet, de hirtelen bevezettettük. Ez volt az első lépés. És hát anyukámat mentettük le Budapestre, akinek viszont igen kicsi lakása van, és nem, őt biztos nem akartam volna ezzel terhelni, hogy otthon kelljen ülnie neki, ez nagyon rossz lett volna. Így viszont nagyon jó volt neki. És akkor mindenkinek nagyon jó volt. Mindenkinek nagyon jó volt. Igen, tehát ez most így lehet, hogy rosszul hangzik, de mi nem sokat érzékeltünk ebben. Hát megúsztátok, hála Istennek, igen. Akkor ez nagyon klassz dolog. És most már följöttél üzemszerűen dolgozni? Vagy? Most ezen a héten először vagyok itt úgy, hogy már felköltöztünk. Sajnos. Sajnos. Ezt nem akartam hozzátenni, de így van. Igen, sajnos. Szóval visszatérve a home office dologra. Egyáltalán nem járt az agyad se ruhákon, se üzleten? Se olyan filozófián, úgy kezdődött, vajon lesz-e vevőd utána? Az első lépés, ugye, mint mindenkinek szerintem, az volt, hogy akkor rendbe teszem a lakást. Igen. Ugye ez esetben a vidéki házat, és mindent megcsinálok, amit 10 éve, vagy akár 15 éve halogatok, beleértve a kanapéhúzatot, tehát ez volt az első, amit vartam, egy kanapéhúzatot, amit konkrétan 10 éve halogatok. De volt anyag szerencsére? Egy olyan kanapéra, figyelj, vittem le anyagot, és varrógépet. Tehát mi úgy költöztünk le, hogy... És szabászasztalt. Igen, és képernyőt, és mindent. Tehát, na. Szóval ez egy olyan dolog volt, ebben is egy paradigmaváltás volt. Tehát ez egy olyan kanapéról beszélünk, gyors leszek, megígérem, nem erről kell. Fogunk beszélgetni. Nem élvezettel hallgatom. És ez egy olyan kanapé volt, amit már mondjuk 3 éve a férjem ki akart dobni, csak vidéken nehéz egy kanapét kidobni, tehát meg kell várnod a lomtalanítást, és, vagy hát egyáltalán, tehát úgy nehéz megválni egy ilyen tárgytól. És most azt gondoltam, hogy akkor itt az idő, hogy ezt nem fogjuk kidobni, ezt a kanapét. Tehát ennek most eljött az ideje, hogy ez egy új tárgyá avanzsáljon át itt a nappali térben, és ezt meg is oldottam, és eszembe sincs kidobni. És a családnak is megmagyaráztam, hogy mostantól ez nem lesz, tehát ez a kidobunk egy kanapét, ez tényleg, tehát csak akkor, hogyha nem javítható, és darabjaira esik szét. Szóval, és ez más téren is előjött, ugye, ez a dolog, mert a másik nagy vidéki projektünk az volt, hogy volt egy, tehát ez egy 150 éves parasztház, amiről beszélünk, amit mi évek során felújítottunk, és tartozik hozzá egy kukoricaszárító, ami már majdnem összedőlt. És egy úgynevezett góré. Egy góré, így van. Csak nem mindenki ismeri ezt a szót, te nyilván ismered. Te nyilván ismered, de például a gyerekeimnek azért el kellett magyarázni, hogy az a góré az mint a kukoricaszárító. Igen, de azt sem ismerik. Na mindegy. És ezt felújítottuk. Úgy indult, hogy lebontjuk és építünk egy újat. Majd megerősítettük a régit, ugyanis az olyan akácfákból volt, ismét a természet törvényeire térek vissza ezzel, olyan akác gerendákból készült, hogy egyszerűen fúróval nem lehetett csavart becsavarozni bele, nem lehetett lyukat fúrni bele. Tehát olyan ereje volt annak a fának, ami valószínűleg körülbelül 100 éves lehet, nem tudom, tehát valószínűleg nem egy idős a házzal, de mondjuk nagyon régi. És ez olyan akác gerendákból volt, hogy muszáj volt felújítani, és nem pedig megválni tőle. Uh-huh. Ez nagyon jó.
És akkor így indult a projekt, aminek köszönhetően a két fiam megtanult tetőt fedni, ács és tetőfedő munkát végezni, így van. Teljes góré felújítás lett, tehát egyszerűen... És mi lett a góréból? Hát mi fa szárítónak, vagy fa tárolónak használjuk. És oldalfalai lettek, mert az általában... Hát igen, ilyen létszezett oldalfalai, de megnyitottuk az egyik hosszú oldalát, mert ugye ezekben mindig szemből kell bemenni, egy ilyen hosszú keskeny valamiről beszélünk, egy 6 méter hosszú és 1 méter széles épület. A szelménytárolására szolgál. Igen. Vagy veszel állatokat hozzá, hogy legyen miért szelménytárolni. Hát, de mi már korábban is erre használtuk, tehát a tűzifát tároltuk benne, csak hát nagyon idegesítő volt, hogy csak szemből lehet bemenni, akkor megtöltöd, nem tudod kivenni, tehát mindegy. A szárazfa mindig legbelül van nyilván. És akkor megnyitottuk az oldalát, és egy ilyen nagyon érdekes, modern tárgy lett belőle. Nagyon jó. Visszatérve a kanapéhúzathoz, megvartad. Szóval ez volt ez a családi. Családi része a dolognak. És hát a kertészkedés még egy dolog, és tényleg befejezem a személyes élményeimet a karanténnal kapcsolatban, hogy a kertünknek van egy hátsó kertje, ami ugye régen a föld volt, tehát a termőterület, és oda csináltunk két dombágyást, ami szintén egy 5-10 éve húzódó projekt, hogy mindig dombágyás. Ez egy dombágyás. Nagyon-nagyon jó dolog, ugyanis ez egy önfűtő és nagyon termékeny ágyás. Hát ami úgy, domb alakban termeszted domb a paradicsomot? Igen, nem kell lehajolni? Így van, de a lényege az az, hogy kicsit kiásod az alját, és hatalmas farönköket raksz be, amik ugye a rothadásukkal hőt fejlesztenek, illetve rengeteg mikroorganizmus és mindenféle földben élő állatgiliszta és egyebek ott élnek, amik nagyon-nagyon jóvá teszik a talajt. És akkor erre rakod rá a komposztot, a száraz fa leveleket a múlt évből, a fűnyesedéket és az egyéb háztartási komposztot és ilyeneket, és végül egy földréteggel borítod be. És ez valami fantasztikus, tehát nekem a rukkola a kertemben az így ekkora, nem tudom ez mennyire látszik a kamerán, tehát egy ilyen lapulevél méretű, tehát olyan terményeket lehet rajta termelni. És beültetted? Beültettem, igen. Konyhakerti dologgal? Igen. Hát most még egyelőre... És ilyen dombról szeded a paprikát, a rukkolát? Hát még paprika az nincs, de a, majd, a amikor spenót, lesz. Rukkola, hagyma, sajnos az epret leették az őzek, de az is lett volna. Mert arra járnak az őszek? Igen, őzek. Tömegesen, és nem félnek. Érdekes. Tehát, rájuk szólunk, és ameddig áll, csak és az néz. Őzek járnak arra, és nem a vaddisznók, addig azért nagyon igen, cuki, meg még romantikus. Még csak az őzek. De nagyon nagy pusztítást végeznek, úgyhogy... Megeszik a konyhakertet. Teljesen. És egy ilyen és ez is egy ilyen városi vidéki ellentét, ugye, hogy amíg mint hétvégi nyaralók jártunk oda le, addig simogattad az őzikét. Igen, és szitták a helyiek az őzeket, és én teljesen ki voltam akadva, hogy hogy lehet, hát és ilyen aranyos állat, és nem tudom mi. Most már megértem. Hogy a rohadt őz leeszi. Igen. Mi egy másik jelzővel illettük, de hasonló. Te figyelj, visszatérve a kanapéhúzathoz. Én nem tudtam, hogy a divattervezők varni is tudnak, mert olyanokkal is találkoztam, akik például rajzolni tudtak, meg gondolatuk volt a termékkel kapcsolatban, amit előállítanak. Te hát megtanultál varni? Vagy az túlzás lenne? Egészen 6 éves koromtól. Varrok, egy ilyen gyerekvarrógéppel kezdtem, ami rettentő idegesítő volt, mert láncöltést csinált, és mindig lefejtődött, és azt rövid távon belül felcseréltem a sima, rendes anyukám varrógépére. Tehát nagyon-nagyon korán megtanultam varni, és nagyon sok mindent vartam már, tehát 17 éves koromban kirakodó vásárokra jártam, mellékkeresetként a gimnázium akkor mellett. Éltél, igen, mert mi csinálsz? Óbudán laktunk, és ott a főtéren minden hétvégén kirakodóvásár volt, és gyakorlatilag egy hétig arra dolgoztam, hogy hétvégén azokat kasszál. Eladjam. Uh-huh. Így van. Amire szükség is volt, mert engem anyukám nevelt, tehát igazából bevételi forrás is volt ez. És nekem. Mindig neked voltak a legjobb ruháid a gimiben? Hát igen, de mivel azért ez egy elég commerce, mondhatni sima gimnázium volt, ezt ott senki nem értékelte, tehát én azért más társaságban villogtam ezekben a ruhákban.
És nem igen. is akarták, hogy vald meg nekik is azt a... Tehát... Hát a gimnáziumban nem, tehát nekem a ez gimnázium érdekes. Az egy ilyen kicsit ilyen folt, vagy nem tudom, tehát hogy nem ott éltem az életemet, nagyon az egy vicces. Ilyen melléktermék szinte volt, oda is kell járni. Szinte nagy ilyen szocializációs nem. alap az életéhez. Volt egy társaságom, de nem a saját gimnáziumi osztálytársaim, vagy évfolyamtársaimból. És már akkor tudtad, hogy... Művészeti gimnáziumokból. Értem. Igen. Hát oda kellett volna menned. Igen, nyilván, valószínű, nem? Valószínű. És akkor már extrém módon érdekeltek a ruhák? Igen, igen, és extrém ruhákat is csináltam abban az időben, és a baráti körnek is, és mindenkinek vártam. Aha, és már meg volt neked a Király Tamás neve, aki... Hát hogy ne lett volna? Extrém király. Hát, nyilván. Nyilván, hiszen az volt gyakorlatilag az egyetlen igazán extrém üzlet is, akár, tehát ugye volt egy boltja a Petőfi Sándor utcában, pontosan abban a házban, ahol az artista első üzlete volt. De erre ja. csak később jöttünk rá, tehát ez véletlen. Mert ugye tudtam, a kettő között az eltelt azért mondjuk 10 év, vagy nem is tudom. Tehát a nyomába jártál a mesternek. Véletlenül, igen. Amúgy is kötétek egymást, vagy nem? Hát csak így futólag, de... Mert ugye egy nagyon más korcsoport, igen, nálam igen. is idősebb volt. Igen, szegény. Meg egy kicsit crazy is volt, tehát hogyha ismertük is egymást, mondjuk lehet, hogy legközelebb már nem is emlékezett aha. vagy. Tehát, hogy ez nem egy ilyen igen, de mint életút annyira szomorú, az csak azoknak mondom, akik esetleg nem hallottak róla, hogy egészen fantasztikus, inkább Nyugat-Európában elismert, mint sem itthon elismert tervező művész volt, akinek a művészete volt a meghatározó, és nem az, hogy tervező volt, mert ugye a hétköznapi értelemben felfogható ruhákat ő nem csinált, hanem ő ilyen nagyon érdekes, nagyon vad és nagyon inspiráló. Igen, holmikat. Experimentális és nagyon színpadi és színpadi, látványos, igen. És közben nagyon avantgárd és nagyon... Igen, csak... De azért egyébként volt ugye ez a kiállítás nemrég a... Olyan hülye vagyok. Hol volt a kiállítás? A Ludwigban. Ja. És hát azért úgy kicsit nekem olyan szomorú volt ezeket a ruhákat így látni, tehát olyan, úgy meghaltak. Aha, tehát azért ez, az a show, meg az a performance tartozott hozzájuk. Tehát meg az a korszak is, tehát hogy lehet, hogy máshol tartunk. Tehát igen, igen. Na mindegy, szegény Király Tamás magyarországi elismertsége az nagyon szűk körön belül volt meg, ez ahhoz kevés volt, hogy őt eltartsa. A jelmez terveit, vagy jelmezként értelmezett ruhaterveit, azokat tudta Magyarországon időnként talán értékesíteni, és aztán megölték. Tehát, hogy rettenetesen drámai véget ért szerintem olyan 15 évvel ezelőtt. Tehát, hogy már talán nincs is annyi. Nincs. Nem tudom, de olyan messzinek tűnik nekem. Ezt csak azért hoztam szóba, és azért emlékeztünk meg róla, mert hogy az nem... igazán jellegzetes, hogy Magyarországon olyan divat felfogása legyen valakinek, mint a tied. Tehát, hogy te vagy az avantgárd szemléletű én mindig azt mondom, hogy tervező a te helyett a mi, mert ugye ti, az artistet, mi egy team vagyunk, és alapvetően így is indultunk. És mindig ugyanazok vagytok. Igen, csak csökkent a létszám. Igen? Igen, hát mi hatan voltunk, amikor elkezdtük. Aha. Hát ennyire sőt, legesleg először 8-an, de ketten egyből rájöttek, hogy ők inkább a színház irányába, tehát jelmeztervezésre. Hát mondjuk az se véletlen, hogy akkor a színház irányába mennek, és nem a igen. fast fashion különböző módozataiból próbálnak meggazdagodni. Igen. És akkor 6-an maradtunk, ami ugye tovább csökkent, most jelenleg 3-an vagyunk. A egyik tervező a Stamfkati a táskákat csinálja, és ketten a Rácz Nórával a ruhákat. Tervezni. És a táskák is nagyon izgalmasak, de arról most sajnos nem tudunk megemlékezni, bár kint a veled lévő táskát azt ugye beránthattam volna az asztalra, hogy megmondjuk, hogy milyen táskák tartoznak hozzátok, de hogyha elmondom azt, hogy általában ilyen bevásárol szatyor formájú, egyszerű lap alaprajzú táskák és annak a variációiból hátizsákok, viszont nagyon izgalmas bőrökkel, meg textilekkel. Tehát, igen, ez az anyagtársítás, ami ugye a táskáknál is és a ruháknál is nagyon jellemzi a márkánkat. Ez végigkísérte az egész életünket, hiszen amikor elkezdtük 1993-94-ben, húha. Így van. Ne hülyeskedj, ez már majdnem 30 éves ez a márka. Hát 26, nem tudom, igen.
93 őszén ültünk össze, és döntöttük el, hogy akkor így együtt fogunk dolgozni. És akkor, abban az időben, nem, igen, tehát 94-ben jöttünk mi haza Abellel, az egyik volt tervezővel Angliából, ahol tanultunk, Brightonban. És ott éppen a grunge stílus volt nagyon menő. Az melyik is? Ez az ilyen recycling, újrafelhasznált dolgok beépítése kollekciókba, azok átalakítása, feldíszítése. Ez már 27 éve volt, te így jó van. Isten! És ezzel az élménnyel és ezzel az inspirációs forrással jöttünk haza, és kezdtük el az artistát. És ez így rátette a bélyegét az első kollekciókra, ez a hangulat, ez a grunge hangulat. És igazából ez meg is maradt, csak ugye mindig formálódik, tehát az anyagtársítások vagy a különleges színtársítások azok mai napig jellemzőek, amihez még egy ilyen távol-keleti vonal is bejött, mert egy kicsit ilyen távol-kelet imádókká váltunk. A hajadról lehet következtetni. Igen, a hajadról is lett, de nem, tehát ez most így nem, nem amiatt, csak hogy... Voltunk is többször távol-keleten, Japánban, meg Kínában, és mindig hoztunk inspirációt onnan. Tehát valahogy nagyon közel áll hozzánk igazából. Az a fajta lezserség, vagy az a fajta kényelem, szeretet, meg egyszerűen az a könnyedség, az nagyon De ez egy speciális divatfelfogás az ázsiai, és az... annak meg kellene jelennie már Európában, mint ahogy állítólag a fejlettebb vidékeken jelen is van. Igen. Csak nálunk nincs. De nálunk is. Hát nálatok van, de azért, ha én körülnézek Magyarországon, nem nagyon látom. Szerintem úgy van, hogy visszatér, tehát néha így belekapnak a dizájnerek ebbe a témába, és akkor utána ugye elül. Nálunk meg szinte folyamatosan mindig vannak ilyen távol-keleti elemek a ruhákban, vagy a kollekciókban. Az például, hogy ez egy megrajzolt textil, ami rajtad van, ez a felső. Tehát nem úgy néz ki, mint egy graffiti, de azért inkább egy úgy grafika, néz ki. Inkább. Grafika, igen, így, ahogy mondod. Ez például szerintem szintén van kis távol-keleti hangulat, nem? Igen, meg a fazon, meg a szín, tehát ez a tört fehér, vagy csontszín is. Nagyon jellemző szerintem, meg ez a kontrasztos, tehát a fekete és a töltfehér, de mégsem fekete-fehér, hanem inkább ez a csontszín variáció. És ez az arc, ez pedig egy közös munkánk egy orosz grafikussal, aki egyébként Stuttgartban él, és a Hugo Bossnak a férfi vonalának a grafikáit tervezi egy barátnőnk, a Tatjana Zabinaval egy közös kooperációnk. Eredménye. És akkor ezt te kette megtervezitek, te a formát, ő pedig nem, a... mármint ő tervezte, tehát ő csinálta a grafikát, csak aztán mindig így változtattunk rajta, meg még egy kicsit belerajzoltunk, de ezt, tehát ez közös, aha. Tehát ez nem úgy, hogy... Övi az arc, és tiéd pedig a... igen, és akkor még a különböző ilyen faktúrákat tettünk rá, meg még plusz hajat, meg még plusz dolgot, meg hát van ebből színes verzió is, és akkor azt is így közösen... És ki nyomja rá az alakítottuk anyagra? Ki. Hát ez szitanyomás egyébként, tehát és ez viszonylag egyszerű, vagy nem. Valakikkel megbeszéled, uh-huh. És nyomatod? Uh-huh. És az, hogy milyen alapanyagra nyomatod, az a te felfedezésed? Tehát, hogy azt, igen, azt mi találjuk ki. Nagyon ilyet, szeretjük a természetes anyagokat, és ezért választottuk a szitanyomást, mert ez itt Magyarországon könnyen létrehozható. Aha. Míg ugye a digitális nyomás Magyarországon csak poliészteranyagra működik. Olaszországban most megyünk lehet... rá azokba a szakmai mélységekbe, igen, ahol nem tudlak követni. Nem baj, ezt nem is akarom nagyon, nem is akarok mélyre menni ebben, csak annyi, hogy Olaszországban és Németországban lehet például sejemre vagy más természetes anyagokra digitálisan nyomni, itthon nem. A digitális nyomásnak ugye meg az a lényege, hogy bármit, tehát fotótól kezdve bármit lehet. Oké, rendben van. De ez egyébként a világon mennyire van jelen, hogy grafikát hordasz a ruhádon? Szerintem nagyon, igen, nagyon. Illetve nem is, nem is főleg a grafika, hanem az, hogy egyedi textil tervezés. Uh-huh. Tehát szinte minden tervező, vagy minden
márka tervez egyedi textilt, mert a textilgyárak anyagaival nem akarnak belefutni, tehát nem szeretnék. Az megöli az egyediséget? Hát kicsit igen, meg előfordul, hogy a textilgyárak ugye más cégeknek is eladják ugyanazt az anyagot. És azt nem egy csak tervező az anyagot, hát hiszen nem engedheti annyira meg. Viccesek. Azt, hogy van az, hogy egy tervező nem engedheti meg magának, és világmárkákat látsz, világhírű nőkön meg asszonyokon, úgyhogy egymás mellé vannak fotózva a divatmagazinokban. Tehát, hogy eladják ugyanazt a, tökéletesen igen, ugyanazt a ruhát, két világhírű nőnek garantáltan lebukással fenyegeti őket, de nem mindenkit. Érdekli őket. És ez annál jobb a divatháznak, hogy mert nyilvánvaló, hogy az a két nő többet oda nem ezt megy. Nem tudom ezt felfejteni egyébként, hogy ez mögött mi van? Hogy van ennek a története, tehát hogy az a két színésznő, vagy nem tudom, tud-e egymásról. Lehet, hogy az egyik Los Angelesbe vette, a másik New Yorkba igen, vette. Igen, de kellene, hogy tudjanak róla. Tehát azt kell, hogy mondja nekik a divat cég, hogy lám-lám, ő is ebbe lesz. Milyen érdekes, igen, hogy ezt megvette. Mi is belefutottunk ilyenbe, hogy egy másik magyar márka ugyanazt az anyagot vásárolta meg, és ugyanabban a téli kollekcióban használtuk mindketten. És akkor ilyenkor hát megint ez kicsit kellemetlen volt. Tehát, hogy azért mondtuk az anyag ügynöknek, egyébként ez egy olasz anyag volt, amit itt Magyarországon ügynöktől vásároltunk, hogy azért ezt nem lehet, tehát ez túl kicsi ez az ország ahhoz, hogy ne tudjanak. Tehát kvázi ugyanaz a vevőkörünk is. De egyébként jól alakult, mert ez a Use Unused márka volt, és az akkor már megszűnt, úgyhogy ők megszűntek, de nem is ez volt a lényeg, hanem jobban voltunk, és így megbeszéltük, sőt volt olyan, hogy nekünk már elfogyott, és felhívtam őket, hogy nincs véletlenül még egy kicsi nekik abból az anyagból, szóval nem volt belőle probléma. És mondták, hogy de, hogyha a címkét is belevarjátok, akkor olyan szívesen. Nem csak, hát vicces volt, de hát van ilyen. Azt akartam volna megbeszélni, mert így hömpölyögtünk a te karrieredből már ilyen szakmai részletkérdésekbe, ami egyébként nem zavar, hogy akkor, amikor te hazajöttél Angliából, akkor nem lebegett a szemed előtt, hogy itthon egy kicsit begyakorlod magad, kiépíted, vagy megtanulod az iparág kezelését, és aztán húst visszamész valahova Nyugat-Európába, hanem is Angliába? Tehát, hogy Magyarországon akartál karriert csinálni? Képzeld, igen. Mert szerintem ennek az is volt az oka, hogy igazából sosem éreztem ezt, hogy most pont Magyarországon vagyok, mivel osztrák a férjem, és ezért állandóan a két ország között mozogtunk. Ja, azért van neked Bécsbe is üzleted? Igen, igen. Tehát a két ország között is mozogtunk, és nem volt, tehát nem éreztem azt, hogy most akkor itt vagyok, akkor csak itt lehetek. Tehát, hogy ugyanannyira voltam Bécsben is például, meg ugye a másik ok, ami miatt úgy döntöttem, hogy itt szeretnék, az az, hogy elég korán megszülettek a gyerekeim, már hogy a mai nők szülési átlagához képest korán, akkoriban azért nem volt ez annyira korán, és ezért muszáj volt egy helyet kiválasztani, ahol azért vagyunk. Tehát, és most azt kérdezed, biztos a fejedben az van, hogy és akkor az miért nem Ausztria volt? Hát igen, ugye pont ezt ez volt, szó szerint. Én nagyon szeretem Budapestet. Jobban szeretem, mint Bécset. Tényleg. Tehát az egyik legkedvesebb városom. Ezért is döntöttünk így. És a férjed egyetértett ebben? A férjem is nagyon szereti Budapestet. Jó. Tehát ő egy olyan osztrák, aki nagyon kis mezsgye választ el attól, hogy kicsit magyar legyen, vagy kicsit itt is. Tehát teljesen... Ő egy olyan családból származik, ahol 8-an voltak testvérek, és ezért borzasztóan szétszóródtak a világban, aha, nem ezért, de így alakult. Tehát a testvérek Görögországban, Németországban, akkor tehát sok helyen élnek. Akkor nektek van hova menni vakációra. Úgyhogy nekünk van hova menni, igen, mondjuk Athénban nem nagyon mennék vakációzni, de igen. És nagyon otthon tudja magát érezni igazából bárhol, de ő Budapestet nagyon megszerette rajtam keresztül. Aha. És hogy így lett ez. És már tud de is továbbra magyarul, is az elmúlt 30 évben megtanult? Igen. Nagyon viccesen beszél magyarul. Igen. Meg figyelj, monarchia, tehát hogy ez neki... Igen, hát ugye van a... Végül is neki ez egy otthon. Vicc, amikor az idős bácsinak mondja a fia, hogy az osztrákok és a magyarok játszanak foci meccs. És ki ellen? Ugye ez a... tehát ez a klasszik vicc. Jó, tehát akkor te mindig Magyarországot
nézted, és az európai jelenlét az adott, mert azért Bécsben is adott. Én azt gondolom, hogy igen. Tehát nem érzem se bezárva magam, vagy tehát, hogy abszolút úgy gondolom, hogy ez meg tudom valósítani. Akkor pedig most visszakanyarítom oda ezt a beszélgetést, amit én eredetileg elterveztem, hogy tapasztaltál-e olyat saját magadon, vagy a környezeteden, hogy megváltozott a nőknek a gondolkozása az öltözködéstől, attól, hogy 2,5 hónapig vagy 2 hónapig el voltak zárva mindennapi impulzusoktól. És ahogy mondod, az ember az otthonkája tréningnadrágja, otthon viselt jelentéktelen holmia nőtt rá 6-7-8 hét alatt. Hát konkrétan ez történt, hogy senki nem látta értelmét semmiféle új ruha vásárlásának, illetve ez sem igaz, mert a webshopunkon például megnövekedett a forgalom. Igen, mert az ember előbb-utóbb rájött arra, hogy lehet rendelni. Hogy egyszerűen ez egy örömforrás, hogy egy új ruhát vásárol. És egyben és kockázat. Igen, nagyon nem, mert visszaküldheti, tehát ha nem én jó, ezt akkor... tudom, csak akkor is az már macera, tehát én hát macera, de mondjuk egy karantén alatt van idő erre és... a macerára is hát, akár. Igen. Csak minden... az olyan rossz élmény, hogy kibontod, és akkor kiderül, hogy hát pont másképp képzelted, és igen, egyébként de nálunk... pedig rosszul áll. Igen, mivel ugye megvan a telefonszámunk neki is, nekünk is, aha, tehát ezek ilyen személyes kapcsolatokká alakultak, tehát pont a karantén erre volt jó, hogy szinte minden vevővel személyesen is beszéltünk, és tehát egy ilyen vevő bizalom ébresztés, illetve bizalom megtartásról szólt ez az időszak. Igen, mert volt privát beszélnivaló is a ruhán kívül, tehát hogy mindenkit igen, érdekelt az, igen, hogy a másikkal. Vagy hogy ő így kér ilyen gumival a maszkot, de nem úgy, de ő szeretne rá egy kis állíthatóságot. Tehát ezeket mind meg tudtuk beszélni. És akkor olyan nagy lett. A fülem, olyat kérek szépen, hát amiben akár, belefér. Tehát, hogy bármi. Aha. Szóval, hogy ez pontosan erről szólt, és annak ellenére, hogy a szociális távolságtartást hangsúlyoztuk, mégis valahogy emberibbek lettek a kapcsolatok ezáltal, hogy mindenki igazából rá egymásra vagyunk szorulva. Uh-huh. Ami ugye előtte a nagy rohanásban és teljesen elmaradt, vagy kimaradt. Ja. Na de visszatérve a filozófiához, mármint a ruhavásárlási filozófiához, biztos másnak is volt ilyenre módja, mint nekem, hogy úgy döntöttem, hogy megpróbálok valami logikát vinni a szekrényeimbe, és akkor nekiálltam ki rámolni, hogy mi az, ami nem kell, amit majd elvitetek ide-oda-amoda, és akkor egy bálát sikerült kitermelnem, tehát, mert mindenki, aki szereti a rongyokat, az megveszi, elteszi, jó lesz, ez még nagyon szép volt az anyaga, nagyon sok pénzt adtam ki érte. Olcsó volt, de imádom, még most is imádom, nem dobom ki, tehát hogy olyan mennyiségű holmit halmoztam föl, hogyha soha életemben nem vennék, nagyon szeretnék sokáig élni, ha nem vennék, akkor is tudnék minden nap mást fölvenni. Nem mindenki ennyire ruha idióta, mint amilyen én voltam, de ez nekem most megszűnt attól, hogy én 2 hónapig nem vettem semmit. Mármint, hogy megpróbálom kordában tartani majd a vágyaimat, és megpróbálok olyasmiket venni, ami tök mindegy, hogy idén vettem meg, az még 3 év múlva is jó lesz, vagy 3 évvel ezelőtt is jó volt. Ez az egy tapasztalat szűrődött le, hogy a kedvencek, azok mindegy hány évesek. Mert hogyha valami érdekes és egyedi, akkor az ember azt nagyon bírja. Meg az is kiderült, hogy soha nem fogok visszafogyni bele, tehát kidobom, még akkor is, ha imádom. Igen, tehát az egyik az a kényelem, tehát hogy szerintem a kényelmes ruhák azok már egy jó úton haladnak az időtállóság felé, mert ugye az ember a kora előre haladtával inkább vágyik egyre inkább vágyik a kényelemre. Persze nyilván jól is kell kinéznie, de mi például nagyon törekszünk arra, hogy a ruháink mindig ilyen kellemes, jól viselhető, kényelmes darabok legyenek, amellett, hogy látványosak. És szerintem, amit mondtál, az még arra is ösztönzi az embereket az időtállóság mellett, hogy igényes darabokat, tehát minőségi darabokat vegyenek. És én azt gondolom, hogy ez is oka volt annak, hogy a webshopunkon megnőtt a kereslet a ruháink iránt, mert már nem akarnak fast fashion ruhákat venni, meg nem akarják azt, hogy ott álljon és ki kelljen dobni 1-2 hónapon belül, mert egyszerűen tönkre megy az anyag, vagy kimegy a divatból, vagy nem tudom, tehát hogy bármilyen okból, hanem inkább pont, hogy
Tehát volt is olyan, aki ezt meg is mondta egyébként a koronavírus alatt, hogy én most azért vettem meg ezt, az pont egy táska volt, ezt a táskát, amire már nagyon régóta vágyik, mert most vehetett volna egy olcsóbbat, mert igazából semmi nem indokolja, hogy ő ezt vegye, hiszen 2 hónapja nincs munkája, és nem tudom, de akkor is ezt akarja megvenni, mert ezt már régen eltervezte, de most itt az ideje, hogy olyat vegyen, ami stílusában és anyagában időtálló. Szóval van egy ilyen igény szerintem az emberekben. De az végül is a ti marmatokra hajtja a vizet, nem? Igen. Tehát ez a dizájnerek igen, marmára mondjuk ez egy a más kérdés, hogy a válság az mennyire fog a válsággal meg nem hatalmasodni, az nem hajtja, mert azért, ha nincs anyagi fedezet, akkor nem fogják tudni megvásárolni, hiába vágynak rá. Jó, hát ebben a tekintetben még mindenki csak... Még hagyhatjuk ezt a kérdést. Igen, mindenki csak áll és néz, mert hogy nem lehet tudni, hogy milyen tempóba fejlődik vissza az idegenforgalom, hogy azoknak az embereknek hát, iszonyú mennyiségű olyan értelmiségi vevőkörötök lehet nektek is, akik abszolút kitettek a válságnak, mert hogy idegenforgalomban dolgoznak, újságírók, nem tudom én, tehát ezeknek a jövedelme attól függ, hogy most mit lehet virítani. És azt nagyon igen, az idegenforgalomra vissza. Még azért térnék ki, mert azok az üzletek, ahol itt Budapesten forgalmazzák a termékeinket, azok szinte kizárólag az idegenforgalomra építettek. Tehát itt körülöttünk vannak a belvárosban. Igen. És gyakorlatilag hát lehet, hogy bezárnak. Tehát, hogy annyira nincs forgalom. És egy ilyen üzletnek a havi bérleti díja, hát ez ugye több milliós nagyságrendű, tehát ezt nem tudják csak úgy fizetni. Igen, de most azt hallottam egyre több helyről, hogy ezeket elengedik, tehát ilyen moratóriumokat csinálnak a tulajdonosok, mert hogy úgyse fizetnének nekik, és akkor inkább igyekeznek megállapodni, hogy közösen húzzák át ezt a periódust. Igen, csak utána se tudjuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy nem biztos, hogy ebben az évben már jönnek a turisták, vagy még fognak jönni igen. Egyáltalán. Tehát nem biztos, hogy mindenki elsősorban szerintem a saját országának a turisztikai nevezetességeit fogja most megtekinteni, én úgy gondolom. És a belföldiekből meg nem tud megélni a belföldiekből designer? A belföldiekből biztos, hogy nem. Vagy egy olyan kaliberű üzlet, mint amiről beszélek, nem tudom, ki lehet mondani a nevét, mindegy, az Andrássy úton például. Hát azt nem tudom, az Andrássy úti üzletek azok. Tehát azok valóban... teljesen. Egyetlen nincs ember. Tegnap ott voltam. Igen? Nem mászkál senki, tehát nincsenek emberek. Nem az, hogy magyar vagy turista, senki nincs. De ez azért csak oldódni fog, de egyébként azoknak az üzleteknek a nagy része, az Andrássy útiaknak, az külföldiekre bazírozik. Igen, ami de hát egyébként... mindegyik, tehát a magyar dizájnerek üzlet, akik magyar dizájnereket árulnak üzletek, azok mind a külföldiekre bazíroznak, hiszen a magyar dizájnereket a magyarok el tudják érni, megkeresik a weboldalukat, elmennek a showroomjukba, tehát az egy sokkal könnyebben feltérképezhető, tehát csak a turisták vásárolnak ilyen helyeken. Mennyire volt érzékelhető egyébként, hogy mielőtt a válság lekaszálta ezt az iparágat, mármint az idegenforgalmat is, és az ehhez kapcsolódó divat beruházások is most befagytak, hogy ez elkezdett működni már, mint ami a divatipart illeti? Szerintem eléggé elkezdett működni, mert az emberekben már korábban felébredt ez a vágy, hogy ne csak a fast fashionből öltözködjenek, és azok, akik megtehették és külföldre mentek nagymárkáktól vásárolni, azok is elkezdtek magyar tervezőktől venni. Tehát ez már egy ilyen tendencia volt, egy ilyen nagyon jó irányba haladó tendencia, aminek most nem tudom, hogy folytatódik tovább. Hát elméletileg úgy kéne folytatódnia tovább, hogy ez a gondolat ez belemaródik az agyakba, hogy aki megteheti, az szeresse a hazait, vagy vegye a hazait, akkor, hogyha van választék. Tehát, hogyha igen. Ha én választatok magyar tervezőtől valamit, akkor valószínűleg vagyok annyira patrióta, hogy azt mondom, hogy hú, hát inkább akkor ezt veszem meg. Egyébként meg még mindig olcsóbb sokkal, mint a világmárka, hogyha akarnék egy világmárkát venni, nem mintha ilyen dilemmám lett volna, mert eddig még nem volt, de hogy magyar tervezőtől meg már vettem életembe holmikat. Például tőlünk. Például tőletek. De igazából például azt is látom, hogy azok a magyar tervezők, akik vitték most hirtelen valamire, azokba iszonyú mennyiségű tőkét tettek magyar befektetők. Tehát például a Nanuska, igen. Az 1 milliárd fölött van már, amit beletettek először, ha jól emlékszem,
még a Portfoliontól kapott, tehát az Oszkó Péter befektetési társaságától 500 milliót, aztán megint valami másik 500-at. Tehát, hogy az, a külföldi megjelenések olyan mértékben kerülnek pénzbe, ami eddig az én agyamba meg se fordult. A tietekbe megfordult, hogy ilyen 1 milliárdos beruházásokkal lehet külföldön szárnyalni? Hát mi most részt vettünk az elmúlt évben egy mentoring programban, amit a Magyar Divat és Dizájn Ügynökség kezdeményezett, és ott annak keretében mi azért megjelentünk ám a Milánói Fashion Weeken, és tehát akkor finanszíroznak nagyon, megjelenéseket. Igen, és ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát az, hogy ott velünk az olasz divatügynökség foglalkozott és mentorált, és elvittek minket gyárakba, gyártást nézni, olasz minőséget, textilgyárakba, akkor... Na de Kati, el akarnak neked adni? Hát mit tudja el akarnak az minket olasz... adni. Tehát, értem, hogy nyilván meg ez neked ugye is el akarnak cél adni, hogy rendeljél tőlük. Ja, a gyárak, hát a gyárak, nyilván, hát nyilván, persze, hát ez egyértelmű, mert mi másért. De el is adnak, tehát mivel Magyarországon nem nagyon van textilipar, illetve inkább úgy fogalmaznék, hogy nincs, tehát így is úgy is onnan vásárolunk, és az nem baj, hogyha megismerjük őket, tehát tudjuk, hát, hogy mert, ki. Igen, mi alatt te Brightonban voltál, az alatt ezt elpusztították, hiszen már volt. Előtte is. Hát kicsit előtte. Ja nem, bocsánat, az alatt hát igazad van, mert mikor akkor, hazajöttünk, igen. Mi még a selyemipari vállalat, ami a Bécsi út elején volt, azt számolták éppen fel, és onnan sikerült még az utolsó darabokat megvásárolnunk. Uh-huh. Akkor abból lett az első artista kollekció. Igen, szerintem ott volt a Kádár János, a híres fotó, amint ott fehér nemű bemutatót csináltak a selyemipari vállalatnál, és Kádár János cigarettázott egy asztalnál, és ilyen nagyon baby dollos, meg ilyen akkori dizájnnak megfelelő divat bemutatót rendeztek meg, a valakit egyáltalán nem érdekelt. Az ő volt, igen, gondolom. Na jó, de szóval, hogy volt Magyarországon alapanyaggyártás, ezzel csak azt akartam igen. mondani. Igen, hát én tudom, hát meg ugye a Budakalászi Lenfonó is, tehát hogy voltak, sőt, hát oda is jártunk ki még Budakalászra, annak a kiárusítására is. Hát meg tehát mi Hódmezővásárhelyen voltak ilyen kötött áru előállító üzemek, meg nem tudom már fejből, igen. Még akkor na, tudtam. Hát ezek most nincsenek, Húdiköt, tehát így is, úgy is olasz, tehát külföldi anyagokat kell vásárolnunk. Úgyhogy... Egyébként alakultak is ki kapcsolatok így gyárakkal. Ennek a mentor programnak az apropóján. Tehát, igen. Hogy úgy érzed, hogy igen. Valami elkezdődött nem is ez, ezek szerint. Ez is lényeges volt, de a technológiákat is ismertünk meg. Tehát technológiai újításokkal foglalkozó cégekhez is van kapcsolatunk. Szóval, hogy olyan kapcsolatokat tudtunk megszerezni, amit amúgy nehezebben tudtunk volna, ha ez nincs aha. Ez a program. Tehát igazából... Azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív volt. Jó, de az, hogy egy céget, amelyikben van fantázia, felépítsenek, ahhoz is tőke kell szerintem, és forgalmazzák a világban. Tehát, hogy ha áttörést akarsz a te céged életében úgy, hogy téged adjanak el New Yorkba, az ottani bájerekkel vagy vásárlókkal találkozzál, ahhoz azért egy olyan 8-900 milliós út vezet, vagy annyi beruházást kellene erre fordítani, nem? Hát igen, igen. De hát ezt látjuk ugye a Nanuskán is, tehát hogy ez végtelen. Tehát egyszerűen egy divatmárkába végtelen mennyiségű pénzt lehet belefektetni. Tényleg. Igen, de aztán valahogy vissza kell, hogy jöjjön. Elméletileg. Hát vagy nem, mert azért arra is volt példa, amikor nem jött vissza. Nem a Nanuskánál. Nem, tudom. Csak hogy volt arra is példa, amikor nem jött vissza. Az is ne van. Ez kockázati tőke. Igen. Tehát ezt... Jó, azt akartam még gyorsan, csak mindjárt vége van a számunkra kiszabott időnek, hogy szoktad nézni az ilyen divat bloggereknek az anyagait, az utcadivatot, azt te nézed, vagy érdekel? Igen, viszont nekünk van egy marketingesünk, aki jobban nézi. Neki tehát, hivatalból kell? Igen. Te megengeded magadnak, hogy nem igen, érdekel? Igen. Én megengedem, nem azt, hogy nem érdekel, csak limitálom azt az időt, amit ebben töltök. De miért? Mert egyszerűen nem tudom, biztos koromból kifolyólag, vagy bármi. Tehát nem tudok csüngeni egy telefonon, vagy egy Instagramon egész nap. Nem akarok.
Nem, tehát egyszerűen nem. Na. És akkor honnan szeded az inspirációt? Nem, hát annyit azért igen, tehát nyilván inspiráció. Megszűrheted, és az inspiráció megnézed az azt a négyet, amit érdekesnek tartanak? Nem a szociális média oldalain, nem ott van. Nem? Nem kell, hogy ott legyen. Bárhol. Kimész az utcára, és egyből van. Ja, hogy a saját szemeddel nézed meg a street igen. fashion-t, és igen, akkor igen, onnan igen. inspirálódsz. Hát vagy a street fashion-t, vagy egész mást. Tehát hallgatok zenét, vagy elmegyek színházba, vagy. Tehát annyiféle forrás van. Értem ezt a szelid elutasítását ennek a dolognak. Nem utasítom el, nem, csak mondom, limitálom azt az időt, amit ebben töltök, és erre van a marketingesünk, amit szerencsére megengedhetünk magunknak, hogy legyen, mert ezt egyikünk sem tudta felvállalni, ezt a feladatot. Jó, hát akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Az a 45 perc, amit kijelöltünk egymás számára, az elég gyorsan elment, remélem, hogy a nézők is így voltak ezzel. Köszönöm szépen. Imre Katit, divattervezőt látták és hallották mostanáig. Jégbüfé lesz jövő héten is, akkor is nézzenek minket, akkor teljesen más lesz a téma. Akkor egy pillanatra visszarepülünk a tudomány világába, mert a múlt heti orvostechnológiai anyag annyira felkeltette az önök érdeklődését, hogy gondoltam, megnézem, hogy a rákgyógyászatban milyen újdonságokkal kecsegtet minket a tudomány. Úgyhogy erről lesz szó majd a jövő héten. Viszontlátásra!